Homolya emese következik. Emese már a családi legendáriumban is úgy emlékszik rá, hogy amióta eszmél, mindig is tanítani szeretett volna. Pályafutását pedagógusként kezdte, majd kiképezték trénerré, ma trénerként dolgozik, saját cége megalakítása után és az életében bekövetkezett személyes és szakmai fordulópontjai után csatlakozott az Eneta Learninghez, itt végre inspiráló csapatszellemben, remek kreatív műhelyben tevékenykedik. A kreatív agyalás része a mindennapjainak, ami frissen tartja. Szakmai és emberi tapasztalatokkal felvértezve, a 40-es nők energiájával feltöltve, nyitott és készen áll az új kihívásokra. Személyes missziója, hogy a tenn maga kiteljesedésével segítsen másoknak abban, hogy továbbfejleszthessék és kiteljesíthessék önmagukat. 2012-től tudatosan elkezdte egy új irányvonal kiépítését, ami az érzelmi intelligencia továbbfejlesztésének lehetőségéhez is kötődik. Szexedukátori tanulmányokat folytat, ma már élvezi bátorsága jutalmát, Emese. A szerető? Az nekem egy fontos szerep. Nagy, mély csend támadt ezután a mondat után. Körülbelül olyan, mint itt most. Elhangzott ez a mondat, egy tréningen hangzott el. Éppen személyes hatékonyság tréninget tartottam egy cégnél. Ott lehetőség volt arra, hogy megbeszéljük azt, hogy mitől tudunk hatékonyabbak lenni. Hát ez most egy olyan igazán belevaló szó, hogyan tudsz hatékonyabb lenni. Hogyan tudod az életed kerekét úgy forgatni, hogy minél kiegyensúlyozottabb legyen. Nos, ahhoz, hogy ezt megnézhessük, szükségünk van arra, hogy a szerepeinket tisztázzuk. A szerepeinket, az általánosakat, olyan, mint apa, anya, férj, feleség, szomszéd, kolléga, munkatárs, és a picit egyedibbeket, általánosabbakat, például egy TEDx konferencia hallgatósága. De hallottam már olyat is, hogy anyataxis vagyok, aztán én pénzügyminiszter, és ja, hát én sárkányrepülőbajnok. És egy szőke hosszú hajú nő tette fel a kezét, és mondta ezt. De mondták a férfiak is, hogy én otthon azért ezermesterként, sőt kertészként is működöm. Rengeteg szerepünk van. Ahhoz, hogy ezeket a szerepeinket meg tudjuk élni, és ki tudjuk teljesíteni saját magunkat, ahhoz megfelelőképpen kell forgatnunk az életünk kerekét. És ekkor hangzott el, hogy a szerető az nekem egy fontos szerep. A csendjukat, ami ezután a mondat után támadt, igyekeztem kérdésekkel kitömni. Te beszélj erről, mégis neked ez mit jelent? Ugyanígy akadozott a hangom akkor is. Neked ez ezt jelenti? Vagy ezt jelenti? Vagy ha így nincs meg, akkor jelenti ezt? Ha így nincs meg, akkor jelenti ezt? Akkor lép be a zsiráf az életünkbe? Tudjátok, az a bizonyos harmadik személy. Nagyon izgalmas beszélgetés kerekedett ki ebből az egészből. És szó esett benne kihűlő családi tűzhelyekről, meghidegedett hitvesi ágyakról, és most elmélázhattok rajta, egy tréningen ilyenről szó van. Én magam lepődtem a leginkább meg, de férfiak, nők vegyesen, kifényesedett tekintettel beszéltek erről, és adták egymásnak a tanácsokat. És akkor úgy elkezdett bennem valami mocorogni, hogy ez egy fontos dolog, erről beszélnünk kéne. De vajon beszélünk erről úgy egyébként? A szerető az nekem egy fontos szerep. 13 évig éltem házasságban. Mindent megtettem azért, hogy ez a házasság működjön. Miért? Azért, mert ezt láttam a családban, a nagyszüleim mintáján, akik
Hát eszembe jut a nagyapám, aki azt mondta, hogy soha ne menjen le a nap a te haragoddal. És akik mindig megpuszilva búcsúztak el egymástól a nap végén, amikor lefeküdtek. És jöhetett a történelem vihara, ők ott álltak, vált-válnak vetve, és élték a mindennapjaikat. És a családi minta, a szüleim mintája. Ott nem volt annyira történelmi vihar, ott inkább bejött egy egészségügyi probléma. Az édesapám nagyon súlyos beteg lett. 16 éven keresztül ápolta az édesanyám. De tudjátok, én akkor is láttam, hogy vált-válnak vetve mennek előre. És a 13 év házasságomban én rájöttem arra, hogy Emese, te hiába teszel meg mindent. Hol a másik válla? Ez nekem a társas magányt jelenti. A társas magányt, amikor ott van valaki melletted, de nem így van melletted. És tudunk-e beszélni, és tudunk-e kommunikálni akkor, hogyha ez nincs meg. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak kommunikáljunk, hanem a kommunikációt tágítsuk ki, és az jelentse a beszélgetést is. Azt, hogy odafigyelek a másikra, hogy interaktívan beszélgetek vele. Elváltam tehát. Tudjátok, hogy a szék hátra rúgósan. Nem voltak igazándiból nagy veszekedések, de mégis én álltam fel ebből a helyzetből. Bátor voltam. És kaptam egy ajándékot. Egy 17 hónapig tartó, nagyon szép szerelmet. Amikor úgy néztem bele a tükörbe végre, hogy kihúzhattam magam. Jé, hogy nem egy szánalmas, szerencsétlen, keserves ember vagyok, amit azelőtt olyan sokszor hallottam. Nem vagyok az. Belenéztem a tükörbe, és egy nőt láttam benne. Pedig a 40-es éveimben már jócskán túl voltam. És akkor egy érdekes mondat jutott el hozzám. A klimaxról kinek mi jut eszébe? Na most ki ne mondjátok, mert látom a tekinteteiteken. Igen, a hisztis nők, igen, a hőhullámok, meg mindenfélék. Tudjátok, hogy mit jelent a klimax? Az élet csúcsát jelenti. Amikor belenézünk a tükörbe, és azt látjuk, akik mindig is szerettünk volna lenni. Lehet, hogy ehhez kell néha az, hogy hátra rúgjunk székeket. És kell néha az, hogy kommunikáljunk emberekkel. Tudjátok, milyen érzés volt az, amikor már vége lett ennek a 17 hónapnak? Ez egy sorsszerű dolog volt, hogy nekünk szakítanunk kellett, de nagyon sokat kaptunk egymástól. És amikor kijöttem abból a gödörből, mert hát azért eléggé mélyre estem, akkor azt mondtam, hogy igen, elég jó vagyok. Próbáljátok ezt ki. Férfiak, nők, a tükör előtt állva. Elég jó vagyok. Megsugom nektek. Egyszer fölmentem egy hegytetőre. Fújt a szél. És így kitártam a kezem, és azt mondtam, hogy elég jó vagyok. És el is hittem magamról. Érdemes kipróbálni, mert hihetetlen energiákat mozgat meg bennetek. De hát én is nevelek egy gyereket. Egy 16 éves kisfiam van, akit egész pici kora óta már arra nevelek, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk egymással. És ez a 16 éves gyerek most ott tart, hogy hazajön a gimiből, és levágja a táskáját, és belepattan a nyekken a kanapé szinte, ahogy belenyekken. És akkor tudom, hogy beszélgetnünk kell. És tudunk beszélgetni. Emlékszem, 8-os volt, mikor egy szülői értekezleten voltam, és akkor úgy mondtam egy-két dolgot, és a szülőtársak így néztek, voltak köztük férfiak is, halló. Igen, így néztek, hogy te honnan tudod ezeket? Honnan? Beszélgetünk. És amikor sok mindenről beszélgetünk, többek között nekem van egy másik ajándékom is. Én az édesanyámtól kaptam egy olyan ajándékot, hogy
mindent meg tudtunk beszélni. A szex témakörét is. Ezért aztán a Dávid tőlem kérdez ilyeneket is. És képzeljétek, válaszolok rá. Egyszerűen megtiszteltetésnek veszem, hogy a 16 éves gyerekem megmert tőlem ilyen dolgokat kérdezni. És most az a célom, hogy ezt a nyílt szívűséget, ezt kiterjesszem. Mert hogy Armand nem tudta kimondani, szexedukáció. És akkor mindenkinek ilyen pavlovi reflex indul meg, pedig nem gyakorlati oktatásról van szó, pedig sokan csillogó szemmel szoktak ránézni, hogy szexedukáció. És nem, ez nem azt jelenti, többet jelent. Azt jelenti, hogy pozitívan, előítéletmentesen, nyíltan tudjunk beszélni a szexualitásunkról. Hú, tabu döntögetés. Látom a szemeiteken, hogy tabu döntögetés. De én azt mondom, hogy igenis képes vagyok rá. Amikor én belenézek a tükörbe, akkor látok egy 40-es nőt, aki, hát, ilyen-olyan-amolyan. De látom benne azt is, látom benne, hogy ott van a szerető szerep. Ennek a ilyen értelmében. Szerető szerep nagyon fontos az én életemben is. Ahhoz, hogy meg tudjuk ezt élni, ahhoz azt gondolom, hogy én most elkezdtem egy úton járni. És az a célom, hogy 5 és 95 éves emberekkel tudjak beszélni a szexualitásról. És a csillogó szemek azt is jelentheti, és azt is jelentse, hogy tudunk beszélni erről, tudunk nyíltan, őszintén kommunikálni erről. Középiskolásokkal is, meg a 40-es korosztályjal is, akik fönt vannak az életük csúcsán, és igen, az idősebb generációval is. Úgyhogy én most egy úton járok, egy úton indultam el, ennek az útnak van szíve, én tudom. Tudjátok mit? Nézzetek bele a tükörbe otthon. Jó, csukjátok magatokra a fürdőszoba ajtót. Nézzetek bele a tükörbe, húzzátok ki magatokat, és meg fogjátok látni, igen, a szeretőt is. Köszönöm.